Telkiben az MLS edzőképző központjában vagyunk, a Bozsik intézményi tanévzáró fesztiválját tartjuk jelenleg. A hátam mögött futballozó kis óvodások 180-an lesznek, délelőtt, délután fesztivál forgatókönyvnek megfelelően fociznak, különböző gyakorlatokat végeznek, egy másik pályán első-második korcsoportosok hasonló forgatókönyv szerint fesztiváloznak, illetve a nagyobb korcsoportban ott 20 csapat van, harmadik és negyedik korcsoportos lányok és fiúk, ott pedig torna rendszerben 5 csapat mérkőzik meg egymással, és így 4 mérkőzést játszanak a nap folyamán. Hál' Istennek rendelkezésünkre egy hatalmas nagy létesítmény, a középiskolai McDonald's Fair Play Cup küzdelme is, az országos döntő zajlik éppen, illetőleg a Fete Kupa, a Máltai Szeretett Szolgálat kupája is jelenleg a lenti pályákon zajlik. Számunkra nagyon fontos ez a fesztivál, évek óta kiemelt helyen szerepel az MLS programjába, hiszen az ország különböző részeiről közel 1000 gyerek jön össze, fiúk, lányok vegyesen, akik sok esetben még a saját településük határát sem hagyták el, nem hogy Budapesten nem voltak, és most olyan központba érkeztek, a Telki edző központba, ahol a magyar válogatott is készül a soron következő mérkőzéseikre. Ez is egyfajta feltöltődést és lendületet adhat a gyerekeknek. Bozsik program kereteiben eddig négyszer-ötször, még amikor kisebb voltam, akkor is játszottam, fociztam. Ugye én a válogatottban játszok, eddig 2 meccsünk volt a válogatottban, hát mindkettőn vesztettünk, de a Sokoró-Pátka csapatának is 2 meccse volt eddig, de mindkettőt megnyertük. Szép a környezet, a pálya tetszik, még talán nem is voltam ilyen nagy pályán, tetszik. Nagyon jó érzés ennyi kislányt itt látni. Igazából én is itt kezdtem, a Fair Play kupán is játszottam, illetve a McDonald's kupán is anno. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyi kislányt látunk itt ma, a mai napon, és nagyon remélem, hogy ők is nagyon sokáig jutnak, és igazából kiveszik a részüket a győzelmekből. 2 mérkőzésünk volt eddig. Az első az 3-1 lett, a második pedig 2-1. Előcsatár pozícióban játszunk. Igazából felszoktam így menni, mikor a kapusunk felrúgja a labdát. Kiegészítő programokkal is készültünk a gyerekeknek, arra az időre még nem futballoznak, ki tudják mérni, hogy milyen erősen tudnak rúgni, fejelő állványt állítottunk fel nekik, illetve fotózkodási lehetőségük is van. Én személy szerint is abban bízom, hogy lesz olyan játékos, 1-2 olyan játékos, aki majd néhány év múlva elmondhatja, hogy részt vett ezen a OTP Bank Bozsik Fesztiválon, és itt alapozta meg a karrierjét.